Mondhatni, új időszámítás kezdődik a szakképzés életében 2020. szeptemberétől. Változik a kínálat, új ösztöndíjrendszer indul, és új típusú intézmények működnek majd az új tanévtől. A részletekről több fórumon tájékoztatták az elmúlt hónapokban a diákokat és a szülőket, és a témával kapcsolatban pedig vendég a stúdióban Gurbáné Pap Mária, a Nyíregyházi Szakképzési Centrum főigazgatója. Kedves Sokorom, köszönjük, hogy itt van nálunk. Ha jól tudom, akkor új fogalmak is bevezetésre kerülnek, no de ezek inkább ilyen régi, új fogalmak, ugye? Igen, tehát onnan kezdeném, hogy a kormány elfogadta a szakképzés stratégiát. Aztán az első változás az életünkben az szeptember végén történt, amikor módosításra került az OKI, és 174 alapszakma jelent meg. Ennek alapján nyújthatják majd be a jelentkezésüket a most nyolcadikosok. Mi szeptember óta igyekeztünk folyamatosan tájékoztatni mindenkit szülőértekezeten mindenféle fórumon, illetve hát a Nyíregyházi Szakképzési Centrum 10 iskolája annak megfelelően állította elő a képzési kínálatát, hogy ez a 174 szakma tulajdonképpen hogyan igazodik itt a helyi képzési kínálathoz, hiszen nyilván akkor folytatunk jó szakképzést, ha olyan szakmákat hirdetünk meg, amely után el is fog tudni helyezkedni. Tehát a kínálatvezérelt képzésről egyértelműen a keresletvezérelt képzés felé kell fordulnunk, és valóban január 1-én lépett életbe a szakképzési törvény, amely sok-sok új fogalmat tartogat számunkra, és hát néhány nap múlva ennek a végrehajtási rendelete is megjelenik majd, amikor sokkal többet tudunk pontosítani. Mi elsősorban arra koncentráltunk, hogy most a beiskolázásnál segítsünk minden tanulót, és hát tudjuk, hogy a szülőnek is nagy szerepe van ebben, hogy megfelelő tájékoztatást adjunk annak érdekében, illetve meggyőzzük őket, hiszen ez a dolgunk, hogy a szakképzésben is van karrier lehetőség, itt is vannak olyan életutak, amelyek jók és érdemes hozzánk jönni. Valóban. Mert itt a fő probléma ugye az volt, hogy nincs szakember, tehát szakember hiány van. És ugye, hogyha valaki nem tudta eldönteni 8. után, hogy hova szeretne tovább tanulni, akkor mondjuk választotta a gimnáziumot, de ott, hogyha nem 5-össel végzett, hanem mondjuk egy közepes tantárgyal, az nem feltétlenül volt elegendő arra, hogy úgy jusson tovább, akár egy felsőoktatási intézménybe, hogy ugye ott az élete megfelelő pályára kerülhessen. Igen, tehát én azt gondolom, hogy most nagyon sok választási lehetőség van, nagyon sok tanulási út van. Nyilván választhatja azt, hogy gimnáziumba megy, ott szerez érettségit és megy a felsőoktatásba, akkor is választhat majd azt követően bennünket a szakképzést és szerezhet szakmát, tehát ez is egy járható út, de most gyakorlatilag a középfokú oktatási intézmények két csoportra bonthatók. Vannak, akik továbbra is a köznevelési törvény hatálya alá tartoznak, mint például a gimnázium ilyen, és a művészeti szakgimnázium, maga a szakgimnázium fogalma, illetve a pedagógiai tantárgyaknál a szakgimnáziumi képzésben történik, de a mi hozzánk tartozó 10 iskolában valamennyi iskola a szakképzési törvény hatálya alá fog tartozni, és nálunk technikumba és szakképzőiskolába jelentkezhetnek a tanulók. Mi akkor a technikum és mi a szakképzőiskola? A technikumban egy nagyon széles szakmai alapozást, ami 9-10-be, tehát 2 évig az iskolában van, egy nagyon széles szakmai alapozást kap, majd azt követően a szakirányoktatás keretében, duális képzés keretében kint van, ha csak lehetőség van erre, vagy KKV-nál, vagy nagyvállalatnál. Lehetnek itt majd ágazati képzőközpontok is, de ez majd egy újabb fogalom. És itt szorosan együtt kell működni a duális partnerrel. Ami fontos a technikumnál, hogy 12-ben érettségi vizsgát tesz magyarból, matematikából, történelemből. Neki a 4. vizsgatárgy... Egy gimnázium esetében, ugye? Igen, de ez egy előrehozott érettségi. És 13-ban fog technikus vizsgát tenni. A technikus oklevelével pedig kiváltja a 4. tantárgyat, a szakmai tárgy tantárgyat kiváltja ezzel a technikusi oklevéllel, amely emelt szintű érettséginek bizonyul, tehát remélhetőleg ez felsőoktatásban való továbbtanulásához segíti, és ugyancsak 13-ban fog nyelvi érettségit tenni, remélhetőleg nagyon jó szakmai idegen nyelvet beszélő technikusok végeznek majd, tehát 13-ban ő 2 dokumentumot kap, egy érettségi bizonyítványt és egy technikus oklevelet.
választhat, hogy ő egy jó középvezetőként elhelyezkedik, vagy pedig tovább tanul a felsőoktatásban. Az a törekvés, hogy minél jobban lehessen beszámítani ezeket a középfokú tanulmányokat a felsőoktatásba. Tehát nagyon remélem, hogy ugye eddig is például a Bánkira azt mondtuk, hogy a mérnökképzés előszobája, hogy ez valóban még jobban így lesz az elkövetkezendő időben. Tehát akkor korábban nagy igény volt az, hogy nem átjárhatóak, ugye ezek a képzési intézmények, és most már átjárhatóvá teszik. Így van, tehát átjárhatóak, de az átjárhatóságot egyébként én úgy is értem, hogy gyakorlatilag közismereti tantárgyként ugyanazt tanulja, mint gimnáziumban, technikumban, és még a szakképzőiskolában is, és így is biztosítható az átjárás, de nyilván ez csak a képzés elején. És hát a másik dolog, hogy a szakképzőiskola és a technikum között is legyen átjárhatóság biztosítva az elkövetkezendő időben. Tehát ha egy ágazatba beiskolázzuk technikumba, és úgy érzi, hogy számára ez sok, vagy nem fogja tudni elvégezni, akkor ő még átmehet szakképzőiskolába. Mert hogy a szakképzőnek mi a jellemzője? A szakképzőiskola 3 éves, és itt is egy nagyon széles ágazati alapozás van bent az iskolában, 9-ben, és ezt mind a két iskolatípusban, technikumnál is és a szakképzőiskolában is egy ágazati vizsga van a végén. Az ágazati vizsgát követően ugyanúgy a szekrényi oktatásra kerül sor, ahol kikerül gazdasági környezetbe, nagyvállalathoz, KKV-hoz, és hát ami fontos még, hogy mindkét esetben munkaszerződést köthet a gazdálkodó szervezet a tanulóval, és itt már komoly juttatásokról is szó van. Február 19-e a határidő, ameddig jelentkezhetnek, ugye akkor az általános iskolások, a 8. osztályosok, mire figyeljenek? Mire érdemes figyelni, milyen szempontokat vegyenek figyelembe, hogyan tudnak segíteni? Igen, én az elkövetkezendő napokban azt kértem a kollégáimtól, hogy most már arra koncentráljunk, hogy akik még bizonytalanok, és segíteni kell, tudjunk nekik segíteni újabb információkkal. Nyilvánvalóan nézzék meg az iskoláink honlapját, a Nyíregyházi Szakképzési Centrumhoz 8 nyíregyházi iskola és nagy tradicionális szakképző, mint itt az egészségügyi képzésben, az AI, a közgazdaságiban, Széchenyi környezetvédelemnél, az Éviszként ismert, vagy a Bánkit már az előbb említettem, Veselényi, az Incédi, tehát hogy olyan tradicionális iskolák, akik eddig is úgy gondolom, hogy jól tették a dolgukat, most arra koncentrálnak, hogy segítsenek eligazodni az új dolgokban, és megerősítsék a szülőket, tanulókat, hogy érdemes hozzánk jönni. Illetve én még egy honlapot mondanék, a Innovációs Képzés Támogató Központ, ez az ikkk.hu, ahol megint csak további információkat kaphatnak a szakmákkal kapcsolatosan. Keressék az ügyfélszolgálatot, igyekeztünk tájékoztató füzeteket eljutatni általános iskolákba, pályaválasztási felelősök közé, és hát hívjanak bennünket, keressenek, mi utolsó pillanatokban is segítünk. Még egyetlen egy dolog, hogyha jól tudom, ösztöndíj programot is kialakítanak. Ugye ez is újdonság? Igen, ez nagyon fontos, és én nagyon remélem, hogy ösztönző is lesz. Mindenki, aki szakképző iskolába, technikumba iratkozik, már első évfolyamtól ösztöndíjba részesül. Technikumba 7000 forint havonta, szakképző iskolákban 14000 forint, és mint ahogy említettem, az ágazati alapozást követően, amikor kimennek, ott már a cég köthet velük munkaszerződést, ahol a minimálbér 70-50%-a is lehet, illetve nagyon fontos, hogy mindenki, aki szakképzésben végez, pályakezdő juttatásban részesül, és hát remélem, hogy ezek is ösztönzőek lesznek, és ösztönző az az együttműködés, amely itt a gazdaság szereplőivel, de most itt csak a gazdaságról beszéltünk, ugyanúgy igaz ez a kórházzal, akivel nagyon szoros együttműködésben vagyunk, az egészségügyi szakképzés, vagy igaz ez a vízügyre, ahol megint csak a vízügyi szakképzésben együtt gondolkodunk. Csak akkor működik jó a szakképzés, ha a gazdálkodókkal együttműködünk. Köszönjük, hogy itt voltál. Köszönöm.